Levél a Galatáknak. Első fejezet. Pál, aki nem emberektől, nem ember által apostol, hanem Jézus Krisztus és az Atya Isten által, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és a velem levő testvérek minnyájan, Galácia egyházainak. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ő feláldozta önmagát bűneinkért, hogy kiragadjon minket a jelen gonosz világból, Istenünknek és Atyánknak akarata szerint. Legyen neki dicsőség mindörökkön örökké. Ámen. Csodálom, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által meghívott, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok, holott nincsen más. Csak olyanok vannak, akik zavarba ejtenek titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. De még ha mi, vagy akár az égből egy angyal hirdetne is nektek más evangéliumot, mint amit hirdettünk nektek, kivetett legyen. Ahogy azelőtt is mondtuk, most megismétlem. Ha valaki más evangéliumot hirdet nektek, mint amit átvettetek, kivetett legyen. Vajon emberek helyeslését akarom most elnyerni, vagy Istenét? Embereknek igyekszem-e tetszeni? Ha még az embereknek igyekeznék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Tudtotokra adom ugyanis, testvérek, hogy az evangélium, melyet én hirdettem, nem emberi találmány. Mert én nem embertől kaptam vagy tanultam azt, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából. Hallottátok ugyanis, hogyan viselkedtem egykor a zsidóságban, hogy mód felett üldöztem Isten egyházát és pusztítottam azt. Felülmúltam a zsidóságban számos kortársamat nemzetemből, nagyobb buzgósággal követve őseim hagyományait. Mikor azonban úgy tetszett Istennek, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott és kegyelme által meghívott, hogy kinyilatkoztassa bennem fiát, hogy hirdessem őt a nemzetek között, egyáltalán nem kértem ki emberek tanácsát, Jeruzsálembe sem mentem föl apostol elődeimhez, hanem elmentem Arábiába, majd ismét visszatértem Damaszkuszba. 3 év múlva azután felmentem Jeruzsálembe, hogy meglátogassam Kéfást, és nála maradtam 15 napig. Mást azonban az apostolok közül nem láttam, csak Jakabot, az Úr testvérét. Amit itt írok, íme, Isten előtt mondom, hogy nem hazudom. Azután Szíria és Kilikia vidékeire mentem. Júdeának Krisztusban lévő egyházai számára személyesen nem is voltam ismert. Csak azt hallották felőlem: az, aki minket egykor üldözött, most hirdeti a hitet, amelyet valaha pusztított, és dicsőítették miattam az Istent. 2. fejezet. 14 esztendő múlva azután ismét fölmentem Jeruzsálembe Barnabással, s magammal vittem Tituszt is. Kinyilatkoztatástól indítva mentem föl, és megtárgyaltam velük az evangéliumot, amelyet a nemzetek közt hirdetek, azokkal külön is, akik tekintélyesek voltak, nehogy hiába való legyen, ahogy futok, vagy ahogy futottam. De még a velem levő Titus sem kényszerítették a körülmetélésre, bár görög volt. A hamis testvérek ellenére sem tették, akik azért lopakodtak és furakodtak be, hogy kikémleljék a Krisztus Jézusban való szabadságunkat, és így minket szolgaságba taszítsanak. Ezeknek egy pillanatig sem engedtük magunkat alávetni, hogy az evangélium igazsága megmaradjon nálatok. Azok pedig, akik tekintélyesek voltak, hogy milyenek voltak valamikor, az nem tartozik rám, Isten nem nézi az ember személyét, azok a tekintélyesek engem semmivel sem terheltek meg. Sőt, inkább amikor látták, hogy rám van bízva a körülmetéletlenek evangéliuma, mint ahogy Péterre a körülmetélteké,
mert aki erőt adott Péternek a körülmetéltek apostolságára, nekem is erőt adott a nemzetek között. És amikor megismerték a nekem adott kegyelmet Jakab, Kéfás és János, akiket oszlopoknak tekintettek, az egység jeléül jobbot nyújtottak nekem és Barnabásnak, hogy mi a nemzetek között apostolkodjunk, ők pedig a körülmetéltek között. Csak legyen gondunk a szegényekre, amit én törekedtem is megtenni. Amikor azonban Kéfás Antiókiába jött, nyíltan szembeszálltam vele, mert méltó volt a feddésre. Mielőtt ugyanis Jakabtól odaérkeztek volna néhányan, mindig együtt étkezett a pogány származásúakkal, de amikor azok odaérkeztek, visszavonult és külön vált tőlük, mert félt a körülmetéltektől. Képmutatását követte a többi zsidó is, úgyhogy Barnabást is belevitték a képmutatásba. De amikor láttam, hogy nem járnak egyenesen az evangélium igazsága szerint, mindnyájuk előtt azt mondtam Kéfásnak. Ha te zsidó létedre a pogányok módjára élsz, és nem zsidó módon, hogyan kényszerítheted a pogány származásúakat, hogy zsidó módon éljenek? Mi természet szerint zsidók vagyunk, és nem a pogányok közül való bűnösök. Mivel pedig tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedeteiből igazul meg, hanem a Jézus Krisztusba vetett hitáltal, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk Krisztus hite, és nem a törvény cselekedetei által, mert a törvény cselekedeteiből egy ember sem igazul meg. Hogyha mi, aki Krisztusban keresünk megigazulást, magunk is bűnösöknek bizonyulunk, vajon akkor Krisztus a bűn előmozdítója? Semmi esetre sem. Mert ha ismét felépítem azt, amit leromboltam, önmagamat teszem törvényszegővé. Én ugyanis a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt keresztre vagyok szegezve, élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Amit pedig most a testben élek, azt az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Nem érvénytelenítem Isten kegyelmét, ha ugyanis a megigazulás a törvény által van, akkor Krisztus hiába halt meg. 3. fejezet. Ó, esztelen galaták! Ki babonázott meg titeket, miután a szemetek elé tártuk a megfeszített Jézus Krisztust? Csak azt mondjátok meg nekem, a törvény cselekedetei alapján kaptátok-e meg a lelket, vagy az ige hirdetés hívő hallgatása által? Ennyire oktalanok vagytok, amit a lélekkel kezdtetek, most a testtel fejezitek be. Hiába éltetek át oly sok mindent. Úgy látszik, valóban hiába. Aki tehát a lelket adja nektek, és csodákat művel köztetek, a törvény cselekedetei, vagy az ige hirdetés hívő hallgatása alapján teszi-e ezt? Ahogy Ábrahám hitt Istennek, és ez megigazulására szolgált, értsétek meg tehát, hogy akik hisznek, azok Ábrahám fiai. Mivel pedig az írás előre látta, hogy Isten a hit által ad megigazulást a pogányoknak, előre hirdette Ábrahámnak, te benned nyer áldást minden nemzet. Így tehát, akik hitből valók, azok nyernek áldást a hívő Ábrahámmal. Mert mindazok, akik a törvény cselekedeteire támaszkodnak, átok alatt vannak. Írva van ugyanis, átkozott mindenki, aki hűségesen meg nem tartja mindazt, aminek teljesítése elő van írva a törvény könyvében. Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert az igaz hitből él. A törvény pedig nem a hiten alapszik, hanem aki teljesíti a törvényt, élni fog általa. Krisztus megváltott minket a törvény átkától, amikor átokká lett értünk, mert írva van, átkozott mindaz, aki a fán függ.
Ez azért történt, hogy Ábrahám áldása Krisztus Jézusban a pogányokra is rászálljon, és hogy a megígért lelket megkapjuk a hitáltal. Testvérek, emberi módon szólok. Még az ember érvényes végrendeletét sem érvényteleníteti senki, és nem egészítheti ki. Nos, az ígéretek Ábrahámnak és utódjának szóltak. Nem azt mondja az írás és utódainak, mint soknak, hanem mint egynek, és a te utódodnak, aki a Krisztus. Azt mondom tehát, az Isten által megerősített végrendeletet a 430 évvel később adott törvény nem teszi érvénytelenné, hogy megszüntesse az ígéretet. Mert ha a törvényből származna az örökség, akkor már nem az ígéretből. Ábrahámnak pedig Isten ígéret által adta ajándékát. Mi tehát a törvény? A bűnök miatt hozták, amíg el nem jön az utód, akinek az ígéret szól. Angyalok által hirdették ki közvetítő útján. Ez a közvetítő azonban nem egy valakinek a közvetítője, Isten pedig egy. A törvény tehát az Isten ígéretei ellen van, semmi esetre sem. Mert ha olyan törvényt adtak volna, amely éltetni képes, valóban a törvényből lenne a megigazulás. De az írás mindent a bűn alá foglalt, hogy az ígéretet Jézus Krisztus hite által nyerjék el a hívők. Amíg a hit el nem érkezett, a törvény fogságában voltunk tartva a hit számára, amely majd kinyilatkoztatást nyer. Ennél fogva a törvény Krisztushoz vezető nevelőnk volt, hogy a hit által igazuljunk meg. Amikor azonban elérkezett a hit, már nem vagyunk a nevelő alatt. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a hit által Krisztus Jézusban. Hiszen mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusra, Krisztust öltöttétek magatokra. Nincs többé zsidó, sem görög, sem szolga, sem szabad, sem férfi, sem nő, mert mindnyájan egy vagytok Krisztus Jézusban. Ha pedig ti Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai, és az ígéret szerint való örökösök. 4. fejezet. Mondom pedig, amíg az örökös kiskorú semmiben sem különbözik a szolgától, bár mindennek ura, hanem gyámok és gondviselők alatt van, az apjától előre meghatározott időig. Így mi is, amíg kiskorúak voltunk, a világ elemeinek szolgasága alatt voltunk. De amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, és a törvény alatt valója lett, hogy azokat, akik a törvény alatt voltak, megváltsa, és elnyerjük a fogadott fiúságot. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét szívünkbe, aki azt kiáltja, Abba, Atya. Tehát többé nem vagy már szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor örökös is az Isten által. Azelőtt ugyan, mivel Istent nem ismertétek, azoknak szolgáltatok, amik természet szerint nem Istenek. De most, amikor megismertétek Istent, sőt, ismertek vagytok Isten előtt, hogyan fordultok ismét az erőtlen és szegényes elemekhez, hogy azoknak újból szolgáljatok. Napokat tartotok meg, és hónapokat, időket és esztendőket. Féltelek titeket, hogy talán hiába fáradoztam köztetek. Legyetek olyanok, mint én, mert én is olyan vagyok, mint ti. Kérve kérlek titeket, testvérek. Semmivel sem bántottatok meg, hiszen tudjátok, hogy a test erőtlenségében hirdettem nektek először az evangéliumot, és azt, ami kísértésetekre szolgálhatott testemben, nem vetettétek meg, és meg sem utáltátok, hanem úgy fogadtatok engem, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust. Hová lett hát az akkori boldogságotok?
mert tanúsítom rólatok, hogyha lehetett volna, a szemeteket is kiváltátok volna, és nekem adtátok volna. Hát ellenségetek lettem, mert igazat mondok nektek. Nem jó szándékkal buzgolkodnak körülöttetek, hanem el akarnak tőlem szakítani titeket, hogy aztán értük buzgolkodjatok. Jó dolog mindenkor buzgolkodnotok a jóban, nem csak akkor, amikor jelen vagyok köztetek, fiacskáim, akiket fájdalommal szülök újra, míg Krisztus kialakul bennetek. Szeretnék most nálatok lenni és más hangon beszélni, mert nem tudom, miként is kellene szólnom hozzátok. Mondjátok meg nekem, ti, akik a törvény alatt akartok lenni, nem halljátok a törvényt? Mert írva van, Ábrahámnak két fia volt, egy a szolgálótól és egy a szabadasszonytól. De az, aki a szolgálótól volt, test szerint született, aki pedig a szabadasszonytól, ígéret folytán. Ezeket példázatképpen mondták, mert ezek az asszonyok a két szövetséget jelentik. Az egyik a Sínai hegyről valót, amely szolgaságra szül, ez Hágár. Hágár voltaképpen az Arábiában levő Sínai hegyet jelenti, és megfelel a mostani Jeruzsálemnek, ugyanis fiaival együtt szolgaságban él. A magasságbeli Jeruzsálem pedig szabad, ez a mi anyánk. Mert írva van, örülj, te magtalan, aki nem szülsz, ujjong és kiálts, aki nem vajutsz, mert több a fia az elhagyottnak, mint annak, akinek férje van. Ti pedig testvérek, mint ahogy Izsák, az ígéret fiai vagytok. De amint akkor az, aki test szerint született, üldözte a lélek szerint valót, úgy van most is. De mit mond az írás? Üzd el a szolgálót és fiát, mert a szolgáló fia nem fog örökölni a szabadasszony fiával. Tehát, testvérek, nem a szolgálónak vagyunk fiai, hanem a szabadasszonynak. 5. fejezet. Erre a szabadságra tett szabaddá minket Krisztus. Legyetek tehát álhatatosak, és ne vegyétek magatokra ismét a szolgaság igáját. Íme én, Pál, mondom nektek, hogyha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. Újra tanúságot teszek minden ember előtt, aki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani. Elszakadtatok Krisztustól, akik a törvényben keresitek a megigazulást. Kiestetek a kegyelemből. Mert mi a lélek által hitből várjuk a megigazulás reményét. Hiszen Krisztus Jézusban sem a körülmetélés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Jól futottatok. Ki akadályozott meg benneteket, hogy engedelmeskedjetek az igazságnak? Ez a hitegetés nem attól van, aki meghívott titeket. Egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti. Bízom bennetek az Úrban, hogy nem fogtok másképp vélekedni. Aki pedig megzavart titeket, viselni fogja az ítéletet, akárki legyen is az. Én pedig, testvérek, ha még most is a körülmetélkedést hirdettem, miért szenvedek még mindig üldözést? Akkor megszűnt a kereszt botránya. Bárcsak egészen megcsonkítanák magukat azok, akik titeket megzavarnak. Mert ti szabadságra vagytok hivatva, testvérek, csak a szabadság ne legyen kibúvó a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény egy mondatban teljesedik be, mégpedig ebben: szeresd fele barátodat, mint önmagadat. De ha egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást el ne emészszétek. Azt mondom tehát, lélek szerint járjatok, és ne teljesítsétek a test kívánságait. Mert a test a lélek ellen vágyakozik,
a lélek pedig a test ellen. Ezek ugyanis egymással ellenkeznek, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény alatt. A test cselekedetei nyilvánvalók. Paráznaság, tisztátalanság, bujaság, bálványimádás, mágia, ellenségeskedés, viszálykodás, versengés, harag, veszekedés, széthúzás, szakadás, irigykedés, részegeskedés, tobzódás és hasonlók. Ezekről előre mondom nektek, mint előbb is mondtam, hogy akik ilyen dolgokat tesznek, nem nyerik el Isten országát. A lélek gyümölcse pedig a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, megfeszítették testüket a vétkekkel és a kívánságokkal együtt. Ha a lélek által élünk, járjunk is a lélek szerint. Ne vágyódjunk a hiú dicsőség után egymást ingerelve, egymásra irigykedve. 6. fejezet. Testvérek, ha valakit valamilyen bűnben tetten is érnek, ti, akik lelkiek vagytok, oktassátok az ilyet a szelídség szellemében, de ügyelj magadra, nehogy te is kísértésbe ess. Hordozzátok egymás terhét, s így teljesíteni fogjátok Krisztus törvényét. Mert ha valaki valaminek tartja magát, holott semmi, félrevezeti önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak önmagára nézve lesz dicsekedni valója, és nem másra nézve. Mert mindenki a maga terhét fogja hordozni. Aki pedig az igében oktatást nyer, részesítse oktatóját minden jóban. Ne vezessétek félre magatokat. Istent nem lehet kijátszani. Mert amit az ember vet, azt fogja aratni is. Hiszen aki testének vet, a testből arat majd romlást, aki pedig a léleknek vet, a lélekből arat majd örök életet. Ne fáradjunk bele a jó tettekbe, mert ha el nem lankadunk, annak idején majd aratni is fogunk. Tehát amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, főképpen pedig itt testvéreinkkel. Nézzétek csak, milyen nagy betűkkel írok nektek saját kezemmel. Akik test szerint akarnak tetszeni, azok kényszerítenek titeket a körülmetélkedésre csak azért, hogy Krisztus keresztjéért ne szenvedjenek üldözést. Mert maguk a körülmetéltek sem tartják meg a törvényt. Csak azért akarják, hogy körülmetélkedjetek, hogy testetekkel dicsekedjenek. Tőlem azonban távol legyen másban dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által a világ meg van feszítve számomra és én a világnak. Mert sem a körülmetélés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, csak az új teremtmény. És mindazokra, akik ezt a szabályt követik, békesség és irgalom és Istennek Izraeljére. Ezután senki se okozzon nekem kellemetlenséget, mert Jézus jegyeit viselem testemen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel, testvérek!